Aki nem más, mint Kubás Gabi, Jászai Mari díjas szívűrész, és aki neki átadja a díjat, ketten is vannak, Gáspár Falvi Dorka színművész és Bereményi Géza Kossuth díjas író rendező. Én Gabit mindig is egy csodálatos színésznőnek tartottam, és sajnos személyes kapcsolatom nincsen vele, de van emlékem róla, amikor még picike voltam, és láttam őt filmekben, és hát én most látom először is, és semmit sem változtam azóta, úgyhogy mindig nagyon szerettem volna dolgozni vele, főleg akkor, amikor a Szafa Beiliektől hallottam, hogyha feljött egy film vagy egy sorozat, amiben szerepeltél, akkor annak kapcsán mindig emlegették, hogy úristen, a Kubás Gabi, hát igen, ő egy nagyon jó színésznő, és most végre találkoztatok veled, és én is elmondhatom, hogy annak tartalak, és nagyon gratulálok. Én szerencsésebb voltam, mert én a Gabival egy színházban dolgozhattam, lehettem, sőt, hosszú éveken keresztül, és természetesen a nézőtérről ismertem meg őt elsősorban, hol üres nézőtérről próbák idején, hol így úgy, és ő vele kapcsolatban egyetlen egyet emeltem ki magamnak. Most akkor hadd mondjam el itt el, hogy egyik alkalommal arra gondoltam, hogy mi lehet ami benne a legjobban úgy viszi őt. És úgy hívtam hirtelen, hogy odaadás. Na most, de nem akármilyen odaadásról van szó, nem csak, hogy a szerepnek adja oda magát, meg hogy a munkának, meg az egésznek, a közönségnek, meg hanem hirtelen az ő esetében jöttem rá, hogy a férfi odaadás és a női odaadás között hatalmas különbség van. Szóval valami egészen más. Ezt most nem úgy, mint hát mondjuk férfi, persze, hogy ilyeneket mondok, hogy jó, ha egy nő odaadja magát. De nem. Valami szívósabb, valami erőteljesebb van a női odaadásban. És ezt a Gabi képviseli, úgyhogy hát mondjuk rá várat lehetne építeni, arra gondoltam. Na most kíváncsi voltam, hogy milyen lehet gyöngét szerepben, de mindegyik szerepét valami furcsa, szíjas erővel látja el, ami egyáltalán nem árt annak a szerepnek, még Júlia esetében sem. Úgyhogy gratulálok! Köszönöm! Nagyon érdekes, amiről beszéltél, mert képzeld el, hogy én is pont ezt próbáltam megfogalmazni, hogy mi az, ami engem hajt. És mióta gyerekeim vannak, két gyerek édesanyja vagyok, azóta pontosan tudom. Ugyanis hihetetlen lelkiismeret furdalásot hagyni őket. És ez a lelkiismeret furdalás, ez igazából arra sarkal, hogy aznap, és újra meg újra, a legtöbbet tudjam adni magamból a közönségnek, hogy csituljon ez a lelkiismeret furdalás. És igazából nagyon szépen köszönöm, hogy a közönségtől most ezt megkaptam, hogy van értelme, mert akkor nem csak a tapsot viszem haza a szívemben, hanem most a kezemben ezt a díjat. És tudom mutatni a gyerekeimnek, hogy ezért egy boldogabb és kiegyensúlyozottabb anyát, embert, barátot kaphatnak a közelemben lévő emberek. Úgyhogy nagyon köszönöm, és megható tényleg. Köszönöm szépen. Igen.